Sziasztok, Zsolt vagyok. A mai videóban a jó kis öreg patikai glicerint fogjuk kipróbálni, mint gumiápolót, mégpedig higítatlanul fogom használni, tehát így töménybe. Sok helyen láttam ilyen különböző fórumokon, csoportokban, mi egymás, amikor ugye mindig kérdezik, hogy melyik a legjobb gumiápoló, és akkor jönnek mindenféle válaszok, és szerintem mindig ott van a patikai glicerin. Úgyhogy a móka kedvéért most felviszem, hagyom jó sokáig állni rajta, és majd utána összecsapkodjuk egy kis vízzel, mert megnézzük, hogy hogy néz ki. Csapassuk! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find. Nos, fiúk, lányok, ez volt a patikai glicerin. Én azt mondanám, hogy felvitelre körülbelül ugyanaz, mint bármelyik ilyen sűrű gumiápoló. Még így első ránézésre a hatása is ugyanolyan. Viszont utána nincs semmilyen vízlepergetése, és szerintem a magas nyomású egyből le is tolta az egészet. Na most lehet, hogy tovább kell rajta hagyni, nem kell visszatörölni, lehet egy napig kell állni, nem tudom. Ha próbáltátok és nektek bevált, akkor írjátok le, hogy ti hogy csináljátok, mert kíváncsi vagyok rá. Nekem így első körben azt mondanám, hogy ez nem vált be ez a történet, inkább valami kifejezetten erre kitalált gumiápolóval csinálnám a műveletet. Na de, írjátok meg, kíváncsian várom, hogy kinek, hogy mint. Úgyhogy ezzel véget is ért a videó, ha tetszett, küldjetek rá egy lájkot, iratkozzatok fel a csatornára, és ne felejtsétek el menjünk a kis csengettyűt, így nem maradtok le ilyen is ehhez hasonló videókról. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és kívánom, hogy legyen szép a napotok. Sziasztok!